A Nemzetközi Színházi Intézet közgyűlésének határozata alapján 1962 óta március 27-én ünnepeljük a Színházi Világnapot. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet fontosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását. A Világnap alkalmából Samiha Ayub egyiptomi színésznő üzenetét Friedrich Noémi olvasta fel. A Színházi Világnapon írom nektek ezt az üzenetet, és miközben boldog vagyok, hogy hozzátok szólhatok, minden porcikám remeg a nyomasztó feszültségek és zűrzavaros érzések súlya alatt, amelyektől a világ mai állapotát látva mindannyian szenvedünk. Az est műsorvezetője Pregitzer Fruzsina színművész volt, aki nagyon fontosnak tartja a közönséggel történő személyes találkozást. Erre a 90-es években havonta volt lehetősége a nyíregyházi nézőknek. Főleg azért szeretnénk nagyon erősíteni, mert a Covid után nagyon elszakadtunk a nézőktől, és félünk attól, hogy a rezsi megváltozások miatt is ritkán találkozhattunk velük. Ezt a kapcsolatot szeretnénk erősíteni és fejleszteni. Tulajdonképpen ezért találkozunk itt ma este. A Színházi Világnap a művészek számára lehetőséget adott arra, hogy egy rövid időre elfelejtsék az idei évad nehézségeit. A közel 2 hónapos bezárása az épületnek, az nehezítette meg nagyon a dolgunkat. Attól, hogy 2 hónapra bezártunk, kevesebb előadásunk nem lett, tehát ugyanazt a bérletmennyiséget vállalnunk kell, és be kell mutatni azokat az előadásokat, amik tervben voltak. Talán még ennél is nehezebb volt, hogy a 2 elmaradt próbafolyamat helyett kitalálni azt, hogy tudjuk a bérleteseknek pótolni ezt a 2 előadást. Végül a teljes szereplőgárdát, címet, rendezőt, mindent meg kellett változtatni ahhoz, hogy ne maradjanak bemutató nélkül a bérleteseink. A remek hangulatú találkozón a teátrum igazgatója mellett közreműködött Szabó Márta, Széles Zita, Horváth László Attila, Gulácsi Tamás, Rák Zoltán, Tóth Károly és Tóth Zolka. A művészek egykori nagy színészek színházzal kapcsolatos visszaemlékezéseit idézték fel, de a közönség számos színpadi sztorit is megismerhetett, és kérdezhetett is az est résztvevőitől.